Na, és ma reggel felhívtad? 6-tól az irodájában van. Hány ingerem volt? A mama azt mondta, hogy ne is jöjjek dolgozni. Az unokaöcsém Christopher intézkedett a szemétszállítási szerződés ügyében. De ezt ugyancsak nem részletezné. Keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. Emil Kollár. Chris Maltisante. Mi csehek szintén szeretjük a disznóhúst. Kóstolta már a kolbászunkat? Én azt hittem, kolbász csak az olaszok csinálnak, meg Jimmy Dean. Elcseszted az egészet. Mi van? Mi bajod? Az öreg Kollár megtalálja a kölyök hulláját az egyik tartályban is, majd átengedi nekünk a boltot? Mit képzelsz? Luis Brasi már a halakkal alszik. Luca Brasi. Mi az? Politikusok lettünk? Szerinted olyanok vagyunk, mint a szenátus? Ez már... most már a becsületünkről szól. Fogd már be a pofád, de semmi közös sincs! De igenis van, ott én képviselek téged, és elegem van abból, hogy behúzott farokkal kell járnom. Nekünk most nem tárgyalgatnunk kell. Ez most a madárijesztő utolsó jelenete, legyen fegyver mindenkinek a kezében, és aztán jojtsak át, kis barátom! Jaj, mindig ez a nagy jelenet. Nem vagy főnök, ha most nem csinálsz valamit. Te hátlan bölcs! Hogy mersz olyasmit mondani, hogy nem én vagyok a főnök? Mi? Én csak az igazságot mondtam! Letépem a fejed, én nem végzek fél munkát. Te vagy a főnök. Így van. Én vagyok. Az a szerencsét, hogy most halt meg a barátom. És én még azt hittem, hogy ő volt. Ez a pápa szemes trotty. Az istenit. Ezek engem akarnak. Miért? Vagy hogy miért? Én tábornok vagyok. Akkor hol vannak a plecsnieid? Sehol. Legalábbis egyelő. Elképzelhető, hogy azért olyan zavarosak manapság a szervezet ügyei. Mert a fiatalok többé már nem hallgatnak az idősebbek. Bring back the second.